Pest megyében is több településen gyűjtött aláírást a kötelező betelepítési kvótarendszer ellen a Fidesz 2015. november 14-én. A petíciót többek között Gödöllőn, Szadán, Hévízgyörkön és Kartalon is aláírhatták azok, akik tiltakoznak az ellen, hogy Magyarország otthont adjon az illegális bevándorlóknak. A kötelező kvóta jogellenes, tehát az európai jogban, az európai alapító okiratokban sehol nem található olyan kitétel, ami előírhatná bármelyik tagországnak, hogy olyan bevándorlókat fogadjon be, akikkel nem kíván együtt élni. Magyarország megvédte a határát, a határon, a zöld határ az illegális bevándorlás előtt le van zárva. Természetesen emberiességi okokból azokat, akik valóban az életüket, a családjukat, magukat védik, azokat továbbra is tudjuk fogadni, de az illegális bevándorlást semmiképpen sem. Tehát ez egy jogellenes intézkedés az Európai Bizottságnak. A parlament hamarosan törvényben kötelezi a magyar kormányt arra, hogy ezt a határozatot, ezt a törvényt támadja meg. Valószínűleg erősebb lesz a magyar kormány pozíciója, amikor erről a tárgyalások folynak, illetve ez az eljárás folyik, hogyha a magyar emberek támogatják ezt a törekvését. Magyarország ebben egyébként nincs egyedül, hiszen, mint tudjuk, a visegrádi négyek, sőt Finnország, és valószínűleg egyre többen emögé a törekvés mögé fognak állni. Vécsei László hangsúlyozta, a kötelező kvótarendszer nem csak jogszerűtlen, hanem teljesen értelmetlen, működésképtelen is. Ki fogja az illegálisan érkezett bevándorlókat arra kényszeríteni, hogy abban az országban maradjanak, ahová telepítik őket a kvótarendszer alapján. Európai irataik lesznek, innentől kezdve a schengeni rendszer fönnmarad, akkor oda mennek, ahova akarnak. Senki nem tudja őket megakadályozni abban, hogy a helyben maradjanak. Ráadásul éppen a máltai csúcson a napokban hangzott el, hogy az idei 1 millión túl jövőre már akár 3 millió migránst, illegális migránst is hajlandó és kézbe fogadni az Európai Unió, illetve az Európai Unió vezetőinek bizonyos köre. Ez elképesztő emberáradatot jelent. Ugye a jelenlegi, az idén beérkezett közel 1 millió illegális migráns azt jelenti, hogy Magyarországra a kötelező kvótarendszer alapján körülbelül évi 15 000 migráns telepítenének, ez a családegyesítéssel együtt azt jelenteni, hogy 5 év alatt egy szegednyi illegális bevándorló érkezne Magyarországra, illetve hogy egy kicsit a gödöllői választókerülethez közel hozzuk, ez 1 év alatt egy gödöllőnyi betelepített embert jelentene. Ez nyilvánvalóan teljesen ellentétes a magyar érdekekkel. Az országban mintegy 1160 helyen gyűjtik az aláírásokat. Az eddigi tapasztalat az, hogy a lakosság nagy része ellenzi az Európai Uniós döntést. Reggel 7 óra óta gyűjtjük az aláírást a kötelező betelepítési kvóta ellen. Az a tapasztalat, hogy 10 emberből 8-9 aláírja, nem szeretné, hogyha ezek a számunkra idegen emberek se kultúrába, se hagyományainkat nem tisztelő emberek nem szeretnék, ha Magyarországra jönnének, így Hévízgyörkre sem. Kartalon helyi szervezet reggel óta gyűjti itt a kartali főtéren az aláírásokat. Nagyon, de nagyon sok ember az, aki elutasítja ezt a kötelező kvótarendszert innen, és a környező településekről is voltak olyanok, akik aláírták az éveket. Lehet már esetleg darabszámot is mondani, hogy hány aláírás gyűlhetett össze? Hát közelítőleg egy hét alatt olyan 7-800 aláírás gyűjtött a kartali csoport. Volt, aki kiemelte, hogy az aláírásgyűjtés sikeréért országos összefogásra lenne szükség. Figyelemmel kísérem már nagyon régóta az eseményeket, és én szerintem, mivel a Fidesz gyűjti ezt az aláírást, emellett nem hiszem, hogy csak Fidesz szimpatizásoknak kellene itt lenni, hanem itt az egész országban lépő népnek el kellene gondolkodni, hogy meg kéne védeni az országunkat, és mindenkinek itt lenne a helye. Pártoknak össze kéne fogni ahhoz, hogy legyen valami egyáltalán, nem az, hogy most én ez vagyok, az vagyok. Itt az országnak az érdeke, meg az országnak, a lakosságnak az érdeke. A határokat igenis meg kell védeni, most hiába jött a nyugat, hogy minek ide a kerítés, azért csak be lehet szabályozva valamennyire, ugye. És most kiderül az, hogy a többi országok, a mellettünk lévő országok is, hogy milyen problémával állnak szembe.
Kósa Lajos, a Fidesz frakció vezetője november 4-én jelentette be a párt országos aláírásgyűjtési akcióját. Mint mondta, az illegális bevándorlók kötelező betelepítésére vonatkozó Európai Uniós kvóta ellentmond a nemzetközi egyezményeknek, és semmilyen megoldást nem jelent a tömeges migrációs problémára, valamint növeli a terrorfenyegetettséget is, ami a november 13-ai párizsi merényletek után még hangsúlyosabb probléma. Én azt gondolom, hogy egyetértve a kormánnyal, hogy ezt az aláírásgyűjtést egészen addig kell folytatni, amíg Brüsszel vissza nem vonja ezt a kötelező kvótákról szóló törvényt. Lehetőséget szeretnénk adni országszerte és a választókerületben is mindenkinek, hogy kifejezhesse a véleményét és aláírásával támogassa ezt, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban, esetleg akár jövő tavasszal hány magyar ember fogja aláírásával támogatni ezt a törekvést, ez a jövő kérdése. Nincsen előírt kvóta, mi folytatjuk az aláírásgyűjtést. A térségi aláírásgyűjtés további időpontjairól és pontos helyszíneiről részletes tájékoztatást találnak az interneten.